menekültügy. Elfogadta az Európai Parlament az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumát, amely egyebek mellett a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb elbírálásáról, az illegális bevándorlók hatékonyabb visszaküldéséről rendelkezik. Választások. Fazakas Péter, az Erdély Magyar Szövetség jelöltje is megpályázza Kovászna megye tanácsának elnöki tisztségét. Tamás Sándor, jelenlegi tanácselnök már márciusban bejelentette újrázási szándékát. Kultúra. Marosvásárhelyen szervezik a 2. Erich Bergel nemzetközi karmesterverseny gálaestjét. A zsűri által kiválasztott 3 legjobb karmester pénteken lép fel. Az Erdélyi Magyar Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Elfogadta az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumát az Európai Parlament. Vincze Loránd RMDSZ-es EP képviselő híradónk megkeresésére kifejtette, a paktum fontos előrelépés, de nem old meg minden problémát. Az Európai Parlament elfogadta az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumát, amely egyebek mellett a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb elbírálásáról, az illegális bevándorlók hatékonyabb visszaküldéséről és a migránsok tagállamok közötti elosztását előíró szolidaritásról rendelkezik. Az EP közleménye szerint a tagállamok azáltal vállalnak szolidaritást a migrációs nyomásnak különösen kitett uniós országokkal, hogy azokból áthelyezik területükre azokat a menedékkérőket, akik jogosan részesülhetnek nemzetközi védelemben. Fontos előrelépés, de félmegoldás ez a paktum, véli Vincze Loránd RMDSZ-es európai parlamenti képviselő. Egyrészt nem gyorsítja fel a menedékkérelmek elbírálását, másrészt pedig az úgynevezett szolidaritás címszó alatt az illegális bevándorlókat abba az országba toloncolják, ahol beléptek az Unióba, és előírja, hogy szétosztják a migránsokat a tagállamok között, ami rossz hír Közel-Kelet-Európára nézve, fogalmazott. Azt szerettük volna, hogy a határőrizet sokkal szigorúbb legyen, azt szerettük volna, hogy bárki, aki a zöld határon vagy határkerítésen lép be az Európai Unióba, az egyből bűncselekménynek számítson, és ne is bírálják el menedékkérőként, hiszen ott vannak a határátlépő helyek, ott kell elbírálni, benyújtani a hasonló kéréseket, illetve eleve mindent meg kellene tenni azért, hogy eltanácsolják a gazdasági bevándorlókat, hogy Európába jöjjenek. A paktum értelmében a tagállamoknak azonos befogadási feltételeket kell biztosítaniuk a menedékkérők számára, például a lakhatás, az iskoláztatás és az egészségügyi ellátás terén. A paktum reformját még az Európai Unió tanácsának is el kell fogadnia. Az előírások alkalmazása várhatóan 2 év múlva kezdődik majd, és a befogadási feltételekről szóló irányelv tekintetében a tagállamoknak 2 évük lesz arra, hogy nemzeti jogrendjükbe iktassák. Csak nyilatkozatok szintjén foglalkoztatja a kormánypártok képviselőit a családpolitika. Ezt rótta fel a PNL és a PSD honatjáinak Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, azt követően, hogy az RMDSZ által beterjesztett a családok támogatására vonatkozó törvénytervezetek megvitatásra sem kerültek. A kormány olyan családpolitikai stratégiákat alkalmaz, amelyek csak pillanatnyi, tűzoltó jellegű vagy épp látszat megoldások, állítja a Csép Éva Andrea. Az RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint ilyen jellegű pillanatnyi megoldás a múlt héten elfogadott sürgősségi kormányrendelet is, amely 2027-ig csak a hátrányos helyzetű és kiskorú anyáknak nyújt 2000 lejes állami támogatást újszülött érkezése esetén. Úgy véli, ez nem jelent hosszú távú megoldást a népességfogyás, illetve a gyerekvállalás problémájára. Az RMDSZ azt szorgalmazza, hogy minden anyát és családot támogasson az állam, hiszen az állam feladata a fenntartható családpolitikai intézkedések gyakorlatba ültetése, fogalmazott. A szövetség már korábban benyújtott erre vonatkozó törvénykezdeményezést. Gondolok itt például arra a tervezetre, amely egy 1500 lejes úgynevezett kelengyecsomagot biztosít minden egyes családnak, minden egyes családban megszületett gyerek után, valamint az ezt követő kiegészítő junior értékjegy támogatást, ami segítene a családoknak az oktatással, valamint akár a táboroztatással járó költségeknek a kifizetésére. Elengedhetetlen az, hogy csak kijelentések szintjén foglalkoznak családpolitikával. A családok támogatására olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek megfelelő életkörülményeket biztosítanak a fiataloknak és a családoknak, hozzájárulhatnak az elvándorlás csökkentéséhez, a munkaerőpiac stabilizálásához és az ország fejlődéséhez. A gyermekeink jelentik az ország jövőjét, tette hozzá Csép Éva Andrea. Lezárult a jelölt állítási folyamat Maros megyében. A Maros megyei RMDSZ 42 polgármester jelöltet indít, és 2 független jelöltet támogat a június 9-i önkormányzati választásokon. A részleteket sajtótájékoztató keretében ismertették. Befejeződött az RMDSZ jelöltállítási folyamata Maros megyében. A szövetség Maros megyei szervezetének célja, hogy június 9-én erősíteni tudja a magyar közösséget, ezért 42 településen indít polgármester jelöltet az önkormányzati választásokon. 33 polgármester újrázik, 6 településen új polgármester jelöltje van a szövetségnek: Sóváradon, Havadon, Erdőszentgyörgyön, Bereztelkén, Kibéden és Csíkfalván. A megyében befejeztük a jelöltállítást, 42 helyen indít az RMDSZ polgármester jelöltet, 2 településen független polgármester jelöltet támogatunk, az egyik az Marosvásárhelyi Sors Zoltán és Maros Keresztúr településen, 6 helyen új jelöltjeink vannak, új emberek indulnak. Novák Levente hangsúlyozta, ha az EP választásokon nem lesz meg az 5%-os küszöb, annak beláthatatlan következményei lehetnek, hiszen valós a veszélye annak, hogy ez esetben a magyarság bukaresti politikai súlya is csökken. Hozzátette, pozitívan értékeli, hogy Maros megyéből az LP választásokra több mint 51 000 aláírás gyűlt össze. Csibi Attila Zoltán úgy fogalmazott, az RMDSZ csapata Maros megyében az egyensúly megteremtésére, a béke és a folytonosság fenntartására törekszik. Véleménye szerint nem csak hidakat és utakat, hanem közösséget is kell építeni. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy megtartsuk azokat a helyi településeinket, akár Marosvásárhely, akár Maros megyei tanács, Szászrégen, az összes többi településünket, legalább annyira fontos, hanem sokkal fontosabb az, hogy olyan számban menjünk el és vegyünk részt június 9-én, hogy ott tudjunk lenni az Európai Parlamentben. Csibi Attila elmondta, emiatt az EP választásokon minden magyar ember szavazatára szükség van. Egyelőre nyitott kérdés, de mindenképpen fontos, hogy az RMDSZ megyei szervezete és az Erdélyi Magyar Szövetség között valamiféle megegyezés szülessen. Nyitottak Marosvásárhely és Maros megye összes települése kapcsán is tárgyalni, de jövő héten ezt a kérdést leszeretnék zárni, mondta. Fazakas Péter is bejelentette, hogy megpályázza Kovászna megye tanácsának elnöki tisztségét a júniusi helyhatósági választásokon az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben, mivel Tamás Sándor jelenlegi tanácselnök jelölését már március közepén bejelentette az RMDSZ, immár 2-en pályáznak a tisztségre. Nincs veszélyben a magyar érdekképviselet 3 széken, nem kell félni a versenyhelyzettől. 2 magyar párt színeiben is indulnak tehát a megyei tanácsi elnöki posztért Kovászna megyében. Tamás Sándor jelölését már március közepén bejelentette az RMDSZ. A héten az Erdélyi Magyar Szövetség is ismertette jelöltjét, Fazakas Pétert, aki elmondása szerint 8 éves megyei tanácsosi tevékenysége alatt belelátott az intézmény működésébe. Bár elismeri, hogy rengeteg fejlesztés történt az utóbbi években 3 széken, de szerinte sokszor a mennyiség a minőség rovására megy. Ezáltal bizonyos régiókban, részekben lakóknak sok-sok kellemetlenséget okoznak. Ugyanakkor sok helyen a minőségi problémák is vannak, már jelezték, hogy alig fejeződnek be egy útszakasz megcsinálása, és az már ott van, hogy ki van lyukadva, és javítást igényelnek. Fazakas Péter indulásának okát azzal is indokolta, hogy ideje a változásnak. Az eddigi elnök túl régóta tölti be a tisztséget, és ez a teljesítmény romlásával is járhat. Tamás Sándor az 5. mandátumáért indul a 2024-es helyhatósági választásokon, 29 éve foglalkozik politikával. Szerinte az évtizedek alatt kiépített kapcsolatrendszere arany a tér a megye fejlesztésének szempontjából. Olyan csapatot sikerült kialakítani, egyrészt Antal Árpád polgármester úrral, másrészt más kollégákkal, amely garantálja egyrészt a településeink, a régiónk, a megyénk, Székelyföld fejlesztésének elővitelét, másrészt pedig olyan helyeken tudunk benyitani, amelyek, ahol döntéseket hoznak. Akár a román kormánynál, akár a magyar kormánynál tudunk olyan projekteket letenni, amelyek szemmel láthatólag eredményesek. A megyei tanács elnöke ugyanakkor azt is hozzátette, ami a rutin negatívumát illeti, az ellen is van megoldás. Munkatársai körében vannak kritikusok is, akikkel nap mint nap leül vitázni, ők pedig tisztán tartják azt a szemüveget, amelyen keresztül a megye vezető látja az őt körbevevő világot, fogalmazott. Állampolgársági nevelési karavánt szervezett a Magyar Ifjúsági Értekezlet. Ennek legfontosabb célkitűzése, hogy az idei választási évben az először választó fiatalokat felvilágosítsák a választások menetéről. Állampolgári nevelési karavánt szervezett a Magyar Ifjúsági Értekezlet. Elsődleges célja, hogy a tanügyi rendszer hiányosságait pótolva felvilágosítsák az első választásuk előtt álló fiatalokat. Az ország több településén szervezett, amiért a romániai magyar középiskolások segítségével politikától mentes beszélgetést a középiskolásokkal. Szepesi László, a kampány főszervezője elmondta, úgy gondolták, hogy a hiányzó ismereteket pótolniuk kell. És el kell közösen beszélgessünk a diákokkal, pártpolitika mentesen, hogy milyen jogaik vannak, milyen választások lesznek, és mi alapján lehet választani, akár milyen intézmények vannak, kire tudnak szavazni, kire nem. Úgyhogy lényegében ezért fontos az, hogy ott legyünk minél több, és minél többet tudjunk a közelgő választásokon, mert ennek az a következménye, hogy még pontosabb döntések születhetnek. Azt is hozzátette, hogy az előadások során nem a hagyományos módszereket alkalmazták, egy kvízzel készültek, amelynek segítségével játékosan tanulhattak a diákok a közelgő választásokról. A kvíz során interaktív kérdésekkel találkozhattak a tanulók, az ebből szerzett ismereteket az életük során máskor is felhasználhatják. Bernádi György születésének 160. évfordulója alkalmából háromnapos esemény szervez a marosvásárhelyi dr. Bernádi György általános iskola. A változatos programok lehetőséget nyújtanak az iskola diákjainak, hogy emlékezzenek a városépítő polgármesterre. Sport és általános műveltségi vetélkedőkkel, tehetségkutató megszervezésével és városnézéssel kedveskedik diákjainak a marosvásárhelyi dr. Bernádi György általános iskola az alapító névadó születésének 160. évfordulója alkalmából. A szerdától péntekig zajló iskolanapok célja, hogy az iskola mindkét tagozatának 800 diákja megismerkedhessen a városépítő polgármester munkásságával. Már hagyományá vált az, hogy a nagyelőd dr. Bernádi György születésnapján iskolanapokat szervezünk. Ez az idei már a 8. alkalom, és fontosnak tartjuk azt, hogy Bernádi életét, munkásságát újra és újra felidézzük. Dr. Bernádi Györgynek nagy kultusza van Marosvásárhelyen. 1864. április 10-én született, és 1900 és 1912, valamint 1926 és 1929 között volt Marosvásárhely polgármestere. Polgármesterségének ideje alatt a város jelentős városrendészeti, gazdasági és kulturális fejlődésen ment keresztül. Reprezentatív középületekkel gazdagodott, mint például az iskolának otthont adó épület is, vagy a kultúrpalota. Az iskolások közül ki másképp emlékezik és tiszteleg iskolájuk névadója előtt. Számunkra iskolánk névadója Bernádi György egy példakép, akire feltekinthetünk. Elmentünk össze a kultúrpalotába, ott kaptunk tabletet, egy csomó közt gyűjtöttünk ki, azután csináltuk valami festést és hazajöttünk. Most lesz ott hátul sportnap. A holnapot is nagyon várjuk, mert körbejárjuk a várost, és megnézzük a Bernádi által épített épületeket. A programsorozat megszervezésének anyagi hátterét a polgármesteri hivatal biztosította, amit kiegészített a Szülői Közösség Egyesülete is. Több ízben fejlesztik a kolozsvári járványkórházat, csúcs technológiás berendezésekkel bővül, illetve kialakítanak egy komplexebb sürgősségi részleget is, amely hiánypótló az intézmény számára. Megújul a kolozsvári járványkórház. Első körben uniós alapokból modernizálják a felszerelést, 32 csúcs technológiás berendezéssel bővül az intézmény. Ide sorolható a mikrobiológiai minták feldolgozására szolgáló automata platform, egy tömegspektrométeren alapuló automata mikroorganizmus azonosító rendszer, légtisztító és fertőtlenítő rendszer, száraz gőztisztító, valamint további berendezések ágynemű gyűjtéséhez és elosztásához. Velkár István, a Kolozs megyei tanács alelnöke elmondta, egyelőre az első évi munkákra 2 millió lejt különítettek el saját költségvetésből, amely bővül majd az igények szerint. Örülünk, hogy nagyon jó szakembereink vannak, és próbáljuk minden jobban ott tartani őket. Nagyon sokat összedolgozunk az egyetemmel is, hogy tényleg láttuk is, mikor ott jártunk a kórházban, nagyon sok fiatal, nagyon sok rezidens, nagyon sokan dolgoznak, és jó minőségű munkát végeznek. Fontos, hogy ezeket a laborokat meg mindent felszereljünk, mert ugye nagyon drága az embereknek, hogy magánlaborokhoz menjenek és pénzt fizessenek mindenféle analízisre. Hozzátette, a sürgősségi osztály bővítése elengedhetetlen, hiszen annak ellenére, hogy most is vállalnak sürgősségi eseteket, nincsenek ágyak, illetve olyan felszerelések, amelyek kielégítenék az igényeket. Azzal, hogy a szakemberek és a diagnosztikai berendezések egy helyen lesznek, kiküszöbölik az akut esetek átszállítására feleslegesen elpazarolt időt, így átfogóbb és biztonságosabb ellátást nyújtanak. A Csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum diákjainak munkáiból szerveztek aukciót ma a Magtárban. A bevételből a középiskola diákjai számára szervezett kirándulásokat szeretnék támogatni. Az itt kiállított alkotásokat licitálással lehet majd megnyerni. Az általuk április 11-ére tervezett aukció népszerűsítése érdekében előzetes kiállításon mutatták be a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum diákjai által felajánlott munkákat. A tárlaton tucatnyi alkotó közel 30 munkáját tekinthette meg a közönség. Úgy lett ez megszervezve, hogy fiatal művészlelkek jelentkezhetnek arra, hogy munkákat adnak be egy jó cél érdekében, és a legtöbb munka így művészeti diákoktól került be. A Leaders for All képzésen csoportokban látunk, és pár diák találta ki ezt a rendezvényt, hogy licitálással megnyerhetők lesznek ezek a műalkotások. Az ötlet a Leaders for All készségfejlesztő és pályaorientációs program keretében született. Az egyesület középiskolásoknak szóló, a környéken egyedülálló, hatékony módszereken alapuló, készségfejlesztő, önismereti és pályaorientációs programokat szervez. Lesz még egy motivációs délután diákoknak szól, 8-12-eseknek, ahol több szakember beszél velük arról, hogy velük is nekik arról, hogy hogy is lehet megőrizni a mentális egészséget nehezebb vizsgai időszakokban, bármilyen nehézségében, nehéz periódusában az életnek. A diákok által szervezett aukciót április 11-én tartják a Magtárban. A licitálásra érkezők helyi művészek által felajánlott munkákból is válogathatnak a fiatalok festményei, szobrai mellett. A Sepsiszentgyörgyön nemrégiben sikeresen lezárult Best of Sepsi mintájára Nagyváradon is keresik azokat a hétköznapi hősöket, akik nap mint nap fontos munkát végeznek a közösség szempontjából. A Best of Várad díjra 400-nál is több jelölés érkezett, akiket 12 kategóriába csoportosítottak a szervezők. Best of Várad elnevezéssel keresik a Bihar megyei székhelyen a hétköznapi hősöket. A helyi RMDSZ által hagyományteremtő szándékkal elindított kezdeményezés során díjazni szeretnék azokat az intézményeket és személyeket, akik tudásukkal, munkájukkal gyarapítják a helyi közösséget, és egy szebb, élhetőbb és otthonosabb helyé varázsolják Nagyváradot. Nagyvárad híresen gazdag a civil szervezeti hátteréről, de én azt gondolom, hogy egy ilyen esztendőben, mint a 2024-es, kell valami apolitikus tevékenység is, ahol azok a magánszemélyek, civil személyek, akik Nagyvárad közösségét erősítik, gazdagítják, és a saját területükön valami kielemagaslót alkotnak, őket mutassuk be jobban a közvéleménynek. Az 1983-ban indult Mária Rádió az egyik olyan intézmény, amely felkerült a listára. A médiaorgánum napjainkban mind az 5 kontinensen megtalálható, összesen 77 rádióállomással működik, és 65 nyelven sugározza adásait. A nagyváradi stúdió 2006-ban nyílt meg, és arra törekszenek, hogy megőrizzék és továbbadják a keresztény értékeket. Manapság nagyon sok rossz hír elhangzik a világban, és sok mindenkit megfélemlítenek, és a Mária Rádiónak az a lényege, hogy reményt keltsen, és hogy az embereket visszavezesse a Jóistenhez. Talán a túl sok rossz hír közepette mégiscsak feltűnt az a tiszta hang, amely a hitet erősíti, a reményt élezgeti, és próbálja visszavezetni a Jóistenhez a gyermekeket. Úgy gondolom, hogy ez mégiscsak ma is megérint sokakat. A Best of Várad programban április 15-éig 12 kategóriában összesen 60 jelöltre lehet voksolni. Nagyvárad hétköznapi hőseire eddig több mint 15 000-en szavaztak. Marosvásárhelyen szervezik a második Erich Bergel nemzetközi karmesterverseny gála estjét. A zsűri által kiválasztott 3 legjobb karmester pénteken, április 12-én mutatja be szakmai tudását a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarával közösen. Javában zajlik az Erich Bergel erdélyi származású karmesterről elnevezett nemzetközi karmesterverseny elődöntője a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A verseny második kiadásának marosvásárhelyi döntő hetén összesen 19 ország 42 karmestere mérettette meg magát. Ez a 42 karmester hétfő-kedden bemutatta a zsűrinek a tudását, és volt egy válogatás, ebből maradtak 18-an, most van az elődöntő, és most 8 versenyző maradt, itt is Kínából, Koreából, Olaszországból, Spanyolországból és Magyarországról jutottak tovább. A végső megmérettetésre 3 ifjú karmestert választ ki a 10 tagú, neves szakemberekből álló zsűri. György Levente, a zsűri elnöke elmondta, nagy kihívást jelent a versenyzőknek, hogy már elsőre meg kell találniuk a közös hangot a zenekarral, és csak is kizárólag a testbeszédükre tudnak hagyatkozni a vezénylés során. A zsűrinek nincs könnyű dolga, a versenyzők nagyon felkészültek, mondta. Más-más elképzelésünk van a vezénylésről és a dirigálásról, ami nem baj, azt jelenti, hogy az extrémeket ki tudjuk így küszöbölni, hogy nem kell mindenkinek ugyanaz tetszegyen, hiszen nagyon jól fel vannak készülve, és tényleg nagyon magas a szint, olyan karmesterek jöttek, akik tényleg mindent kívülről, tehát a hangoknak még a hőmérsékletüket is érzik. A döntőbe kiválasztott 3 karmester pénteken, április 12-én egy gála műsor keretében egyenként 50 percen keresztül vezényeli a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát. A verseny megálmodója Csíki Boldizsár Erkel Ferenc díjas zeneszerző. Az esemény szervezői a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, az Associazione Artes és a Cult Mind Egyesület. Az esemény médiapartnere az Erdélyi Magyar Televízió, amely a gála műsort felvételről utóbb műsorára tűzi. Bajnok a Brassói Korona, sporthíreink következnek. A Jégkoronggerszte Liga döntőjében a 3. és 4. mérkőzésen is győzött a Brassói Korona a Ferencváros ellen. Ezzel a brassóiak az első Erste Liga bajnoki címüket söpréssel szerezték meg. 2 budapesti győzelmet követően hazai pályán otthon is megnyerte a 3. mérkőzését a Brassói Korona 5-2-re, ezzel csupán 1 lépésre került a bajnoki címtől. A 4. mérkőzést szerdán este játszották, és a Korona 4-1-es sikere azt jelentette, hogy lezárták a sorozatot. A Korona az első harmadban Blackwater révén szerzett vezetést, majd a 31. percben Zagidulli növelte az előnyt. Az 50. percben Cornett góljával egyre biztosabbá vált a győzelem, majd Szabó Pál Krisztián az 58. percben megszerezte a 4. gólt is. A Ferencváros az 59. percben még szépített, de ez a lényegen nem változtatott. A Brassói Korona söpréssel szerezte meg a bajnoki címet. Strenk Hunor másodedző szerint sok év munkája érett ezzel be. Szeretnénk megköszönni először is a szurkolóinknak, akik csodálatos körülményeket, hangulatot teremtettek, illetve szeretnénk megköszönni a klubnak, a menedzsmentnek, személy szerint Mihály Árpád csapatmenedzsernek, rendelkezésünkre bocsátotta azokat a játékosokkal, akikkel sikeresek tudunk lenni, és nem utolsó sorban azt gondolom, hogy a csapaté az érdem, ezek a játékosok nagyon sokat dolgoztak, mindent kitettek a jégre, és a szisztematikus munka most végre meglett a gyümölcse. A játékosok szerint a csapatmunkának köszönhető az eredmény. Nehéz mit mondani igazából, eszméletlen nagyot melózott az egész csapat egész évben. Azokat a játékosokat is beleérte, akik mondjuk itt a rájátszásban vagy a döntőben nem jutottak szerephez, de a román bajnokságban játszottak, és megadták nekünk az esélyt, hogy többet pihenjünk, akár iszonyatosan sok meccsünk volt, úgyhogy ez tényleg egy nagyon nagy csapatmunka volt, mindenki beletette a sajátját, és így voltunk együtt sikeresek. A 2014-ben és 2021-ben elbukott döntő után a brassóiak először szereztek Erste Liga bajnoki címet. Számukra az idén a román bajnoki döntővel ér véget, amelyben a Csíkszeredai Sportklub lesz az ellenfél. Új gyermekek számára kijelölt táv is lesz idén a Running Festival Csíkszereda keretében. A szeptember 13 és 14-én zajló futófesztiválnak nevezett rendezvényre családokat és profi futókat, terep iránt érdeklődőket, illetve maratoni távra jelentkezőket egyaránt várnak. Gyermekek számára kiírt 3 kilométeres távval bővül idén a szeptember 13 és 14-ére tervezett Running Festival Csíkszereda programja. A részletekről sajtótájékoztató keretében számoltak be a szervezők. Egyik legszebb és a legnagyobb székelyföldi futófesztivál, futóesemény, ahol nem csak egy távra összpontosítunk, hanem egy turisztikai attrakcióként azt szeretnénk, hogy mindenki találjon magának kedvére valót, kicsiktől nagyokig, tereptől aszfaltfutókig. Ennek megfelelően a távok között találni kezdőfutóknak való távot ugyanúgy, mint akik már évek óta rendszeresen futócipőt húznak a hétköznapokon is. 13-án indulunk egy éjszakai terepfutó versennyel, az 7 kilométer, szombaton pedig lesznek az utcai futamok, ezen a napon lesz maraton, félmaratoni táv, maratoni válta, ahol 4x10 kilométert kell futni, 10 kilométeres táv 5, valamint 3 kilométer a gyermekeknek, és délután lesz a 2,5 kilométeres családi futás a legnépszerűbb futam. A nevezés elkezdődött, 2 hétig kedvezményes áron lehet benevezni a futamokra a runningfestival.ro oldalon. Eddig tartott a Híradó, időjárás jelentéssel megyünk tovább. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.